Még most is olvasható a vakáció felirat a Kőbányai Keresztúri iskola egyik tábláján. A nyár kezdetét szimbolizáló szöveg azonban hamarosan törlésre kerül, mivel elkezdődik az újabb tanév. Kovács Ferenc az iskola igazgatója ennek megfelelően izgatottan várja, hogy újra gyerekzsivajtól legyen hangos az intézmény, ahonnan, mint elmondta, legutóbb két osztályi nyolcadikos ballagott el. Az ő helyükre azonban jön az utánpótlás. Egy nagyon változatos évünk volt a tavalyi is, rengeteg feladattal, rengeteg új dologgal, és hát rengeteg programmal és rengeteg eseménnyel. Nagyon érdekes, hogy ilyen tanévet lezárni, mert ezek a feladatok, ezek az utolsó egy hónapban, két hónapban csúcsosodnak ki, és hát egy sprint a vége, egy kerékpár versenynek a sprint befutója nagyjából. Két osztályunk ballagott a tavalyi év folyamán. Ha számot kérdez, akkor nagyjából egy ilyen 40 fő körül. Milyen eredményekkel zárult az előző tanév? Például a 8. osztályosok hova mentek tovább tanulni Zömében? Sokan mentek gimnáziumban, tehát a továbbtanuló gyerekeknek nagyjából a fele. Kevesen mentek, most úgy hívják, hogy szakközépiskola. Régen ezek szakmunkás képző intézetek voltak, szakiskolának is nevezték őket. És hát jó páran mentek szakgimnáziumba, ez az egykori szakközépiskola, szinte egy érettségit adó intézmény. Változatos helyek, a legjobb gimnáziumoktól kezdve azokik a szakok, a gyerekek nagyon szeretnek, tehát itt ugye akár szakácsnak, de használt vették azoknak az itt tanult tudásnak is, mint például a nyelv, amit első osztály óta lehet nálunk tanulni a gyerekeknek, és hát gyakorlatilag nyelvtagozatos iskolákba is nyertek felvételt. Mi a helyzet az utánpótlással, az elsősökkel? Hányan lesznek idén? Két osztályt indítunk az idén. A 46 fő a két osztály. Az egyiknek matematika a profilja az osztálynak, a másik pedig idegen nyelv, ugye hagyományainknak megfelelően, úgyhogy remélem ők is annyira várják már a tanévet, mint mi. Elsőben még azért itt szokás, nagyon várják még a szeptember elsőjét. Hányan fognak járni az iskolába, és milyen programokon vehetnek ők majd részt? A konkrét szám ilyenkor mindig változó, tehát naponta is, mert ugye vannak ki- és beiratkozók, tehát nagyjából egy ilyen 400 körüli számmal szoktuk kezdeni a tanéveket, vagy az adott új tanévet. Hát a programok azok részben a hagyományos programok, amik a gyerekekre várnak. Már szeptemberben egyébként jó néhány ilyen program van. Ezek részben kerületi programok, és részben az intézmény által szervezett programok, ami a gyerekek számára ugye az utóbbi években újdonság, hogy vannak olyan különböző tematikus hetek a tanévekben, itt digitális hét, környezetudatos hét, pénzügyi tudatosságnak a hete, ezek kerülnek megszervezésre. Rengeteg programmal, ugye ez a központi rendezvény sorozat, ahol programokat lehet hozni iskolákba, gyerekeket el lehet vinni különböző külső programokra, illetve számos olyan tananyag van, érdekesség, amit le lehet tölteni az internetről, és akkor tanórai munkában lehet ezeket megvalósítani, vagy helyi projekteket lehet létrehozni. Tehát ezeken mi tavaly is részt vettünk, és nagyon pozitív volt a visszhangja. Rétvári Bence nemrégiben kiadott egy közleményt az iskoláknak, a büféknek, hogy mit lehet árusítani. Mi a helyzet a közétkeztetéssel, mit árulhatnak a büfések, miért volt erre szükség? Ugye itt az utóbbi időben napirenden van a gyerekeknek az egészséges táplálkozása, ami részben a közétkeztetést jelenti, részben az intézményekkel, illetve az intézmények fenntartójával szerződéses viszonyban álló iskolai büféknek az üzemeltetőit.
A közétkeztetés rész korában lezajlott már ez a folyamat, tehát itt már az utóbbi egy-két évben arról beszélhetünk, hogy itt egy a korábbiakhoz képest ugye egészségesebb, most már finomabb is, mert ismét lehet használni némi sót, és a legalábbis többet, mint ami korábban volt az étkeztetésben a gyerekeknél. És a következő fázis volt az iskolai büféknek hát ez a fajta kontrollja, ami egyébként az iskolák esetében már korábban is működött, tehát itt van egészségvédelmi program, környezetvédelmi program minden iskola esetében, és azért az intézmények törekedtek arra, szülői munkaközösség bevonásával is egyébként, hogy az iskolai büfékben azért egészséges, ugye, hát táplálék legyen szó gyümölcsökről, vagy olyan szendvicsekről, amiben ezek az alapanyagok dominálnak. De most további szigorításra került sor, úgyhogy magam is kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul át a kínálata a büfének. A közel 400 diákot oktató intézmény szeptember 1-én nyitja meg kapuit a gyerekek és tanáraik előtt, amit még az éppen folyó felújítási munkálatok sem akadályozhatnak meg, tette hozzá az igazgató. Minden intézmény örül annak, hogyha felújítják. Ha úgy újítják fel, hogy gyakorlatilag remény van arra, hogy itt egy-két éven belül egy teljesen kicserülött, megújult hát intézményt kapunk vissza, átalakítva. A másik pedig az, hogy ezt a felújítást ezt a Kőbányai Önkormányzat végzi, aki ugyan már sem nem fenntartunk, sem nem működtetünk, de mint Kőbányai iskola mögé állt ennek a kezdeményezésnek, és hát a finanszíroz ennek a költségét, és ez több száz millió forint, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog 2017-ben. Pontosan miket végeznek el most a felújítás során? Ez egy több ütemű felújítás. Idén nyáron a lapos tetőnek a felújítása történik, itt egy teljes tetőcseréről van szó. Hát itt hatalmas négyzetméteren folynak itt a munkálatok, és ezt fogja követni majd a következő évben a külső szigetelés, tehát a homlozat szigetelése, illetve a teljes nyílászáró csere. És hát reméljük, hogy egyéb dolgok is beleférnek még, akár jövőre, akár pedig az azt következő években, de hát ebben a több ütemben itt pár év alatt jön létre az a fajta ugye átalakítás, modernizálás, amire már nagyon régóta szükségünk van, és aminek hála Istennek most ugye, tapasztaljuk az áldásos hatásait. Egyelőre még munkakörülmények között, de lényeg, hogy elkészüljön. A lapostető felújítása víz- és hőszigetelésének cseréje önkormányzati fedezettel történik, bruttó 117 millió forint értékben, így jól lehet, nem önkormányzati fenntartású az épület, mégis ez a legnagyobb értékű intézményeket érintő beruházás 2017-ben. Kovács Ferenc hozzátette, a már két hónapja tartó felújítás várhatóan egy hónapon belül befejeződik. Azok a munkálatok, amelyek nagy zajja és törmelékeknek az elszállításával jár együtt, az addigra készen lesz. Ott már a végső simítások, a burkolatnak a végső kivitelezéséről lesz szó. Hát én remélem, hogy szeptember közepére, végére elkészül a nagybő. Ha én most azt kérem öntől, hogy üzenjen valamit a diákoknak, vagy a tanároknak a tanévre vonatkozólag, akkor mit mondana? Hát mindenképpen azt mondanám, hogy kezdjük el úgy ezt a tanévet, mint amikor valaki egy ilyen újabb kalandra készül nyáron, mert a szeptember az mindig egy új kaland, ami majd kiderül, hogy mi lesz belőle később, de a legjobb része az évnek mindig a legeleje. Tehát mindig tele van
várakozással, mindig tele van ötletekkel, kreatív gondolatokkal, lendülettel és reménnyel. Remélhetőleg mind a gyerekek, mind pedig a kollégák úgy jönnek vissza a nyári szünetbe, hogy fejlődve, kicsit magasabban, mint ahogy éppen voltak, legalábbis a gyerekek. Én legalábbis mindig azt veszem észre, hogy egyre kisebb vagyok közöttük. Kipihenve, tele energiával, jó kedvel. Én sokat voltam benne az építkezés miatt is az intézményben, de ez nem vett el a kedvemet attól, hogy nagyon várjam az új évet.